egy újabb forduló következik majd idegenben Szolnokon, nagyon nehéz mérkőzés lesz ez is, és hát annak idején, amikor beszélgettünk, mondtad, hogy majd nagyjából 5-6 fordulóval a vége előtt érdemes számolgatni. Számolgattok már? Én nem számolgatnék, most azt mondom, hogy egy mérkőzés, ez nagyon fontos mérkőzés, ha ezt megnyerjük, akkor az alap elképzelésnek megfelelően ugye sikerül a feljutás, és akkor már nyilván a bajnoki címért kell küzdeni, természetesen mindenki azt szeretné, úgyhogy ez egy igen-igen fontos mérkőzés lesz ebből a szempontból. És hát nagyon kiélezett meccsek következnek még, hiszen mondjuk a Szolnok is, vagy majd a Kisvárda is a bentmaradásért küzd, a Siófok ugye a feljutásért, tehát csupa ilyen ellenfelek következnek. Így van, nem véletlenül kell nekünk sokkal jobban összpontosítani, mint az elmúlt mérkőzéseken tettük, nem véletlen mondtam, hogy nekünk a végjátékban lényegesen nehezebb dolgunk lesz, mint a riválisainak, de hát ettől meg édesebb lesz a gyümölcs. Volt néhány sérültet, hiányzott az elmúlt fordulóban, hogy állnak most? Javult mindenkinek az állapota, sajnos a Molnár Marcell nem, ő műtét előtt áll. Ugye a Máté Jani már edz velünk, a Szokol Zsolt és a Pattá Jani szintén edz velünk. Rezes Laci ma még külön dolgozik, de remélem, hogy ő a hétvégére nem lesz. Elég késő időpontban lesz majd ez a mérkőzés, ez mennyire zavaró, mennyire kell másképp készülni? Hát nyilván szokatlan, azért próbálunk a mérkőzés időpontjában edzeni a hét második fejébe, de hát akkor kell lejátszani a mérkőzést, amikor ez ki van írva. Mentálisan milyen állapotban van most a csapat? Mit tapasztaltál? Én nem érzek problémát, inkább talán azt gondolom, hogy nem is a tét miatt, a koncentrációt nem éreztem olyannak az elmúlt fordulókban, ami megszokott volt a csapattól. Sajnálattal nagyon sokba is került. Furcsa talán ezt kimondani, de pont az a csapat, amely nagyon kevés gólt kapott az elmúlt fordulóban, többször is hibázott. Itt például a védelemnél ez lehetett az egyik ok? Hát a védekezésünk az egyértelműen az, hogy írmott mérkőzést megnézve kétszer-háromszor videóról az a tapasztalatom, hogy a védekezésünk ezen a mérkőzésen nem volt megfelelő, és a 16-oson belüli védekezésünk az nem volt kielégítő. Akkor gondolom egyértelműen győzelmet vársz Szolnokon, és hát az akár már azt is jelenteti, hogy NB1-be jut a csapat. Mindenki erről beszél, nagyon zavaró ez ilyenkor, hiszen még nem tény, tehát gyakorlatilag nem lehet még kijelenteni fixen. Én azt gondolom, hogy bármiről beszélni mindenfajta versenynél, és ezt hangsúlyozom, amióta itt Nyíregyházán tevékenykedem, hogy akkor kell, amikor az eredmény hirdetés van, ezt továbbra is vallom, addig nincs értelme, hiszen részeredményekről beszéltünk. Természetesen örülnénk neki, ha egy ilyen komoly mérkőzésen, és egy nagyon jó játékerőt képviselő, mert láttam a Szolnokot, nagyon jó játékerőt képviselő Szolnok helyezésétől függetlenül Szolnokot sikerülne megverni a saját pályán, az nyilván rangot adna, de még egyszer mondom, hogy az az első állomás, hiszen itt mindenki szeretné megnyerni a bajnoki címet is. Pistabács, itt vagyunk a finishben, és hát a csapat eddig azért dolgozott, hogy legyen esély a feljutásra, a bajnoki címre. Abszolút megvan ez az esély. Milyen formában van a csapat, hogy látja? Én azt mondom, hogy a csapat eddig a teljesítményével meg kell, hogy legyünk elégeddel. Az utolsó 3-4 meccs, ami nem úgy sikerült, ahogy elterveztük. És gondolom, ennek az lehet az oka, hogy a fiúk egy kicsit nem vették komolyan, amit én megmondtam még decemberben. Megmondtam, gyerekek, ez tapasztalat, ez az élet bebizonyította nagyon sok éven keresztül, hogy a tavaszi pontok mindig drágábbak, mint az ősziek. Azért, mert minden csapat, minden játékos élni akar, tovább akar NB2-be maradni, és úgy a fiúk úgy láttam, hogy egy kicsit úgy most jöttem rá, hogy úgy mondták, beszélj, majd az élet megmutatja. Na és sajnos nekem lett igazam. Nem látok semmi problémát, menni kell tovább, most már volt ez a sorozat, ahol nem tudtunk nyerni. Én azt mondom, hogy most jön az év legfontosabb meccse. Mert ha ezt a meccset behúzzuk, akkor a csapat már NB1-es. Nehéz egyébként úgy játszani, most már az ellenfelek is külön készülnek a Nyíregyházával, és hát már mindenki kijelentett, hogy ez a csapat biztosan NB1-es? Hát biztos, hogy nem könnyű, akkor így mondom. Mert az, hogy sokan kijelentik, ebbe van Puder is, tudod, ebbe van Duma is, na de ez a Dumának van alapja is, ugye, mert csak ugye még akárhogy beszélünk, csak mi vezetjük a tabellát, és lehet ez befolyásolta valahol a fiúkat is, meg az ellenfél egyértelmű, hogy ugye arra készül, hogy kitől legalább egy pontot elrabolni Nyíregyházától, vagy ha sikerül nyerni. Na hát egyik ebben ugye a 14-es 2014-es bajnokságból, hogy ezt sikerült a Sopronnak ugye elvinni tőlünk 3 pontot, azt tudjuk milyen körülmények között, de ezek a csapatok is
mindenki azért fog játszani, hogy minél több pontot lopjanak el tőlünk. Mi meg a fordítját, nekünk el kell dönteni, ha úgy alakul, mert a futballban ugye nem mindig benne van, hogy nem mindig úgy alakul, hogy az ember szeretné. Ez a szolnoki meccs, ha nyerünk, akkor mi már NB1-esek vagyunk, amihez nagyon örülnék ennek nagyon. Én emlékszem, annak idején az ankéton is felvetődött ez a kérdés a szurkolók részéről, hogy milyen focit játszik majd a Nyíregyháza, és Pista bácsi akkor azt mondta, hogy olyat, ami eredményes lesz, az a legfontosabb. Tartja most is ezt, hiszen talán most a legfontosabb, hogy legyenek eredmények. Hát ezt nem én találtam ki. Itt voltak okosabb edzék, meg nagyobb edzék, meg szakemberek, akik a futballban dolgoztak, és ez a különbség a profi és az amatőr között. Ugye az amatőr kimegy, azt játszik, szépen játszik, élvezi a játékot. A profinak is ez kéne, de hát ez nem így van. Itt, mikor a profizmusról van szó, a megélhetésről, a túlélésről, az előrelépésről itt nagyon nehéz. És tartom most is azt, amit akkor mondtam. A futballban csak egy van, eredmény. A többi az beszélgetés lehet, hát persze mindenki szeretne szépen nyerni, 5-0, meg 4-0, 3-0, de hát ez nem így van. És most is ezt tartom a Szolnokon, hogy akárhogy ezt a meccset be kell gyűrni. Viszont a Szolnoknak is kiki meccs, hiszen ők meg a kiesés elől menekülnek. Mondhatjuk azt, hogy ahogy említette Pista bácsi, az egyik legnehezebb és legfontosabb meccs vár a csapatra? Hát az, hogy legnehezebb, ez biztos. Ez mind nagyon nehéz. De hogy legfontosabb, ez tuti. És ugye a Szolnok is, hogyha mi megnyerünk Szolnokon, akkor még nekik nehéz meccsok adok, még ők oda kerülhetnek ugye a veszélyes zónába. És ez egy kicsit még jobban nehezíti a dolgunkat, ugye, hogy a Szolnok ilyen, a Siófok jön, annak is még ugye van esélye, melyünk Kisvárdára ott is, ugye. Úgyhogy nincs egy könnyű meccse, de szeretnénk eldönteni a sorsunkat Szolnok.